Ezt a mesét Voloncs Mária küldi neked a K&H Gyógyvarázs Mesedoktorok programán keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! A kőleves. Székely népmese. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy háborúból hazatérő katona. Ment egyik faluból ki, a másikból B, rongyosan szegény, és éhesen. De bizony nem kínálták meg őt egy falás kenyérrel, vagy egy kicsi meleg levessel. Bekéreckedett az egyik házhoz is, bekéreckedett a másik házhoz is. Egyik helyt ráúszították a kutyát, másik helyt pedig olyan szegénynek tetették magukat, hogy semmiük sincs. Ahogy így menegetett, elhatározta magába. Na megálljatok! Fogok én ma levest főzni, legyen az bárki is. Fölvett egy követ a kapuból, és betért az első házhoz, amely útjába került. Épp egy öreg asszonyé volt. Jó napot, öreg anyám! Adjon Isten vitéz, uram! Ocs, mint szolgál az egészsége. Hát szolgál, ahogy szolgál. Hát vitéz uramnak, hogy szolgál. Nekem es szolgál, csak ennék valamit. Ha adna, ha lenne szívesem. Jaj, drága vitéz uram, adnék én, ha volna, de én is olyan szegény vagyok, mint a templom egere. Üres a kamarám, üres a padlásom, üres mindenem. Hát, azt mondja a katona, nem vagyok én olyan szegény, öreg anyám. Van itt a zsebemben egy jókora kő. Tudok én ebből levest főzni? Csak kéne valami, amibe beletegyem. Egy fazék vagy egy üst. Hát, fazekat azt éppen adhatok, nyugodott meg az öreg asszony. Csak nincs, mit beletegyek. Na, megmosta a katona a követ, szépen beletette a fazékba. Az öreg asszony megrakta a tüzet. A katona vizet töltött a kőre, és egy jó hosszú fakanállal még meg is kavargatta. Lesi az öreg asszony. A katona még meg is kóstolta. Hát jónak jó, csettintett a nyelvével, csak egy csepp só lenne benne, akkor sokkal jobb volna. Van nekem som, hozok én. Hozott az öreg asszony egy csepp sót, és beletették a levesbe. A katona megint megkóstolja, megízleli, és megint így szól. Ha lenne egy kanálka zsírja, és azt beletennénk, még jobb volna. Van nekem zsíromes, dicsekedett az öreg asszony. Hozok én azt is. Hozott az öreg asszony zsírt, és azt beleeresztették a levesbe. Katona megint megkavarja, megkóstolja, és így szól. Hát tudja, öreg anyám, szoktam én kőleveskét főzni, de abban még kolbász is volt. Hogy az milyen jó ízű. Van nekem kolbászomes? Hozok én egy darabot a kamarából? Hozzon akkor két darabot, öreg anyám. Egyet nekemes, és egyet magának es. Hozok, hozok. Hozott két darabot a kamarából, és beletették a levesbe. Katona megint megkavarja, megkóstolja, és a szeme sarkából leste az öreg asszonyt. Hát, ha egy pár szempityókája lenne, azt meghántanánk, és beletennék, és ha még zöldségje is volna, az aztán megadná a módját egészen. Van nekem pityókámes, büszkélkedett az öreg asszony. Hozok én azt is. Elment az öreg asszony, hozott pityókát, petrezselymet, zöldséget, mindent. Beleaprították a levesbe. A katona elégedett mosollyal így szól. Kóstolja csak meg, öreg anyám, most be jó. Megkóstolja az öreg asszony, és nagyon nyalja a szája szélét. Hát sohasem hittem volna, hogy kőből ilyen finom leves lehessen főzni. S hát, ha még rizskásája is lenne, öreg anyám, de az ugye nincsen. Van nekem az es? Sürgölődött az öreg asszony. Hozok én azt es? Hozott az öreg asszony rizskását, és azt beletették a levesbe. Katona elégedett mosollyal így szól. Ez a leves most pont olyan, amilyent én szoktam főzni.
Még egy kicsit vártak, hogy megfőjön a leves, aztán a katona kitöltött egy nagy tányérral magának, és egy nagy tányérral a katonának, meg az öregasszonynak is. Ezt jó ízűen bekanalazták. Az öregasszony nem győzött csodálkozni, hogy kőből hogy lehet ilyen finom levest főzni. Mikor aztán befejezték, odaszólt a katonához. Mondja, vitéz uram, nem adnál nekem ezt a követ? Sokszor az sincs, mit főzzek, és én ebből milyen jó levest tudnék kotyvasztani. Dehogy nem adom, mosolyodott el a bajussza alatt. 100 forintért bízén odaadom. Az öregasszony gyorsan elment a 100 forintért, odaadta a katonának. A követ a levesből kivette, hogy legyen, amikor ő kőlevest akar főzni. A katona 100 forinttal a zsebében nagy gyorsan elbúcsúzott, nehogy az öregasszony visszakérje. Most, hogy jól eslakott, 100 forintja is volt, vígan rótta az utat, mindaddig, amíg megint nem talált egy öregasszonyt, aki nem tudta kőből, hogy kell levest főzni. Hogy kőből milyen levest lehet főzni, én azt nem tudom. Nekem ezt a mesét Kalári néni mesélte el. Lehet, hogy ők próbálták, mikor nagyon szegények voltak Bukovinába.